Mekkora ez a bánya is? Hát ez hatalmas. Itt több kamra van. Több mint 40 kamra. Több mint 40 kamra? Ezen a részen. Hát itt ilyen mennyezetet tartsák ezek a pillérek, ilyen 14x14-es pillérek, és a többi az ki van szedve. És ilyen darabokba hull le robbantás után. Azt, tehát ez itt ilyen lerobbantott tömeg. Igen, ez most így le van takarítva utólag, a pilléreket letakarították, látszik ott a kaparások. Fú, ennyi sót. Igen, és még 2700 méter mélyen csak még só. Még só van? A fúrások, 2700 méter? Igen, a fúrások szerint 2763 méter pontosan. Legalább egyetlen egy dolog az életben, amitől nem kell félnünk, hogy elfogy, ez nem? Biztos nem. Legalábbis nem a mi generációnknak. 500 év múlva is lesz só. Jó napot kívánok, Gorbás Marci vagyok. Én Sok Sándor vagyok. Sándor. Csokolom. Csokolom. Nagyon szépet font. Azt mondják meg nekem, hogy melyik az a nagyon híres kibédi hagyma. Hát az tulajdonképpen mind híres kibédi, de... A fajta melyik? A fajta? A fajta, amik laposabb és gömbölyűbb. Ez a fajta az. Ez a fajta volt a régi kibédi hagyma, ez. És akkor ebbe beleharaphatok, és tudom úgy enni, mint az almát, azt mondják? A hagyma az mindig hagyma. A hagyma az nem alma. És maguknak hogy maradt meg igazi kibédi hagyma? Mert azt mondják, hogy nagyon kevés van már kibéden ilyen igazi. Hát mi nem sereljük a magot, mi mindig termeljük a magot, és mi mindig mi abból ültetünk. De tehát sajnos, mindig fölhagynak magozni néhányat. Behoztak mások másfajta hagymát. A profit, a jövedelem a lényeg már az embereknek. Aha, persze, mert ez kevesebbet hoz hektáronként. Nem, mert korábban lett, és hamarabb jártak, és többet eladtak. Ja, értem. Igen. Te megint minden a pénzről szól. Minden pénzről beszél. De hogyha választani kell a zsíros kenyér mellé, akkor melyiket választja Sándor? Én csak az enyémet választom. A jó hagyma, kibédi hagyma, amikor elvágtanak a belső része, nem vörös, hanem fehér. Vagy pedig csíkosan rózsaszín. Na most én ebből akkor egy ilyen kibédit hadd vegyek meg, jó? Mennyibe kerül ez a... És még azt akartam mondani, és mikor vágja a lapító, nem fogja meg a kezit. Igen, mert a mi lila hagymánk megfogja de a kezemet. De amíg megfogja a kezit, az se nem kibédi, se nem eredeti. Aha, mert nálunk a Bácskában, ahonnan én származom, ott a lila hagymát, ha felvágom, tiszta lila lesz a kezem. Akkor az lila hagyma, és ez veres. Jó, akkor ilyet muszáj megkóstolnom egyet. És van nincs egy bicska, hogy egyet nekem megmutassak? Nekem székelyembernek bicska, azért, nem lehet. Azért, meglepődnék, székelyembernek mindig van bicskája és szalmakalapja. Tessék! Szalmakalap és a bicska elengedhetetlen. Egyet vágjon már meg, hogy megmutassak. Így lássa meg, hogy mi. Jó. Tényleg hófehér. Nézzem, hogy nézze a kibédi. Ó, értem most már. Tehát ez a kibédi hagyma, ami belül ennyire hófehér. Beleharapok, rosszul járok? Nem. Nem? Merem mondani, nem. Én piszítesebb, de csibben. Nem. Szamatos nagyon. Teljesen igazuk van. Nincs az a nagy maró erőssége. Nincs egyáltalán. Viszont nagyon ízletes. Most nem akarok már rálehelni senkire. Jó napot! Jó napot!
Jaj, de szép! Van magának is eredeti kibét? Minden, igen? Minden. És mindig szedi a magot, ugyanúgy? Igen. És akkor ez hogy volt, hogy már a szülei is szedték a magot, és abból örökölt? Igen. Én már ott van 40 éves asszom vagyok, még annál több. Mindig is evel foglalkoztam, fiatal koromtól szerettem piacolni, már akkor is hagymát termesztettem. Ja, mindig minden. Is piacra termel? Igen. És ez milyen, ez a hosszúkás, ez milyen ez a fajta? Hosszúkás, én nem tudom, hogy lett ilyen. Mert örökké lesz közötte, és észrevettük, hogy a vevőket jobban vonzza a hosszúkás, akkor próbáltuk külön tenni a hosszúkást is, abból is, és lett ilyen. Tehát ez is külön, régi, csak külön ez is kell régi, rakni csak, a... Igen, csak különböző. Örökké lesz hosszúkó. És akkor mikor felfontuk, láttuk, a vevőt jobban vonzza, mint a kerek. Nincs véletlenül egy kése, hogy ezt is megvágja? De hogy nincs. Van nekem. És hogy nevezik ezt a paradicsomukat, ezt a nagyot? Hát ez őszi. Őszi paradicsom. Őszi paradicsom? Igen. Ez a nagy őszi. Hát na. Olyan, hogy 60 deka is van egy paradicsom. Ez egy kicsit milyen érdekes a természet, igen, hogy megmutatja kívülről is, hogy... Igen, ez világosabb. Örökké a kere, mint a... És ez erősebb is. Há, valamivel igen. Valamivel igen. Na most már mind a kettőre szert tettem. Igen. Csokolom. Nem Isten, rossz itt nézelődni. Nem, én most már főleg nem. Tehát Isten hozta Erdély legnevesebb fürdőhelyén szobát a fürdőn. Nem véletlen a kedvencem ez a tó. A világon te még egy ilyen heliotermikus tó van, igen, ugye? Azt szokták mondani, hogy még egy van, de az se ilyen. Hát világszinten ez a legnagyobb heliotermikus tó. Na mi az, tó? Hogy heliotermikus? Heliotermia az egy különleges jelenség. Az okozza, hogy itt a medvetó tömény-tömény sósvíz. Annyira tömény sósvíz, hogy látják itt a vendégek, fel is feküdhetnek a tó felszínére, a két gömbölyű felünkből az egyik biztos ki fog érni a tóba, akkor függ, hogy evickélnek, annyira sós. Viszont ezen a tömény-tömény sósvízen két édesvízű patak folyik keresztül, és ez egy olyan 5-10 centis édes, vagy majdnem édes vizet eredményez. És ennek az édes vízrétegnek az üvegház hatása következtében, ha nem fürödnénk benne, szeptemberig akár 80 fokot is elérne a hőmérséklete. És érdekes, ha nyakán szinte az az édes víz van, hogy jéghideg, igen, ahogy lejön az 1777 méter magas szálkacsúcsról, ez a kis patak középen kellemes, a lábunk mintha forró tejába dugnánk. Igen, olyan, nagyon izgalmas. Igen. Milyen egyéb gyógyhatása van, mert hogy ez egy nagyon erős gyógyvíz. Igen, hát sósvíz, mint meleg sósvíz, ennek nagyon sok gyógyhatása van, tehát külön beszélgetést igényelne csak elsorolni azoknak a... Igaz, hogy itt a vízben vannak, én láttam a szélein, most itt nem látok, igen. Sóférges. Igen, ez a nagyobb, tehát a sóférge, viszont a mikroorganizmusokban nagyon-nagyon gazdag, amik a ide bejutó szerves anyagoknak a lebontásával az egyik gyógytényezőt hozzák. Hát azt elfelejtettem mondani, hogy itt egy sóhegyen vagyunk. Hát egyik jó, különlegessége, hát a sóvidéknek a névadó kincse a só. Két sóhegy van, két méternél is vékonyabb földréteg alatt ott van már a sószikla.
az iszap összetétel ezeknél a tavaknál mind ugyanaz, ugyanis az alapanyaga, a belehulló cserefa, ez a kocsánytalan tölgynek a levelei, ami a sósvízben egy különleges baktériumoknak a hatására alakul ki, és ez az iszapnak a szerkezete nagyon hasonlít a női hormonoknak a szerkezetéhez, úgyhogy szóváltá a fő hírnevét a meddőség elleni küzdelemben nyerte el. Ez gyönyörű. Igen, hát itt látszik a legszebben, hogy egy hatalmas sóhegynek a tetején vagyunk, és ha felnézünk, fenn látszik egy a másfél méteres földréteg alatt tiszta só van. Itt lehet igazán megérteni azt, hogy miért zárták le az egész sóvidéket tulajdonképpen, igen. Mert hát ide jönnék, kis kalapáccsal lehetne vinni haza. Vízzel feloldom és lepárlom, és tiszta som lesz. Igen. Itt nagyon jól látszik, hogy ez a sóhegy így kitüremkedett a földből. Tehát a vulkáni kőzet nyomására ilyen folyósóvá vált és feljött. Na most ez mind az itteni beltengernek a kiszáradásából jött létre ez a sóhegy. Parajdon a bányában majd látják azokat a lyukakat, ahol a bányászok haza azért csak ezt a fehér sót vitték. Hát igen. Szűk. Igen, de az asszonyok azt tartják, hogy az igazi ízanyag, tehát sóba is az ízanyag a legtökéletes, legkerekebb, leggazdagabb a szürke só. Gyönyörű. Nagyon szép. Majd szuvenírbe, ajándékba elvihet. Van saját som most. Igen. Csak nem mondjuk meg a bánya felügyeletnek, hogy egy 10 dekányit elemeltem. Így van. Ez itt milyen fehér, amit itt széttapostak. Igen. Hát vannak fehérebbek közte. Hát a 70-es évekig, amíg így csilléket kézzel rakották az emberek, akkor még volt lehetőség arra, hogy kiválasztották. A fehér zárványokat. Igen, a csillén írta, a csillén rá volt írva, hogy étsó vagy ipari só. Akkor az emberke megnézte, külön dobálta, akkor még külön malom volt, egy hengeres malom, amin megőrölték, és volt árusítva úgymond asztali só. Most már nem készítünk parajdő, csak ipari sót. De miért nem? Most a robbantással úgy összevegyül, hogy az ja, hogy már túl nehéz, drága lenne. Nehéz volna kiválogatni, és a többi sóbányák meg amúgy ellássák a piacot étsóval, asztali sóval. De ez nem mehető? De igen, amúgy igen. Hát de ezt használják a helyiek, nem? A helyiek, igen. Ugye aki itt dolgozik, egy-két darabkát elvisz, hát a káposztára ráteszi, ugye persze, szoktak eltenni. Persze, ezzel lesz jó káposzta. A káposzta, én tudom. Igen. Azért ez egy nagy bánat ám a mai Magyarország területén is, hogy a paradicsóval a legjobb a hajdúhatkaházi savanyú káposzta. És hát most nagyon nehéz ilyet beszerezni. Egyébként nagyon érdekes ez, visszatérve mondjuk a hús sózásra, vagy a káposzta savanyításra, hogy a mai jódozott só, amit lehet kapni, azzal nem lehet készíteni. Nem lehet, mert a jód miatt meglágyul a káposzta. Mert így van, tönkre megy, a hús sem, húsnak és sem. És azért jó. Szeretik a parajdisót, ugye, mert ez takarmánysónak van eladva, úgy jelenik meg a piacon, mint takarmánysó. De emberi fogyasztásra alkalmas. Persze, hát nincsen ez. Sőt, hát van. Nagyon egészséges, mert vannak benne olyan ásványi anyagok, amik természetesen kötésben vannak benne, és tudja a szervezetünk így hasznosítani. Van. Az a minimális szennyeződés. Egyébként mi az, ami szennyeződés van benne? Mi? Hát a szennyeződés, mi úgy mondjuk, hogy vízben nem oldódó szennyeződés, az általában olyan 3-4% a parajdisónál, az lehet gránit, lehet pala, de inkább pala. Uh-huh. Ezt felolvasszák a sót, ugye sós víz állapotában, átszűrik, és a fennmaradó, az a szennyeződés, uh-huh. Mert a sóslé az átfolyik a szitán. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha a sóskutak vizét viszi haza valaki, akkor az egy tisztább? A 100%. Ez a sóskút? Ez a géraforrás, és nagyon jól látszik, ahogy a
hogy túl, tehát túl ez tömény. Mind só. Ez mind só, igen. Só rárakodás. Tehát ez így nézett ki. Ez szép itt. Igen, igen. Tehát az már ahogy ki... Tömény só. Nagyon-nagyon. Tehát azon a hőmérsékleten, amennyit fel tud oldani, sőt, még annál... Hogy mennyit tud egyébként a víz olyan, befogadni, mennyi só? Igen, tehát olyan 20-valamennyi grammot old fel rendesen, de a nagy nyomás miatt többet. És mivel egy része a medvetóból jön, aminek meleg a vize, minél nagyobb a hőmérséklet, az oldékonyság nő a hőmérséklettel együtt. És ebben akkor mennyi van? Hány százalékos? Hát a 30% körül, tehát kb. 10-11-szer sósabb, mint a tengervíz. Atya ég! Igen. Meg kell kóstolnom. Igen. És ezzel a sós vízzel készül... Ez borzasztó a sós. Azt a minden, szinte csík. Igen. A régi székely háztartásban nem volt mérleg, de itt pohárral vagy kancsóval ki tudta mérni a székely háziasszonyt, hogy a káposzta sózásához mennyi sós vizet, géravizet tegyen. Ugyanakkor a szalonnát, ha ebbe eltették, hát még a szalonna bőr is vajpuhaságú lett, hát mint a vaj, úgy kellett vágni. Tehát ha én viszek ilyen sós vizet, akkor ez télig eláll, amíg én a sonkát szalonnát sózom? Ez eltart több nemzedéket, így. Ez a víz annyira sós, hát annyira hogy a vizet sós, is tartósítja. Még a vizet is tartósítja, még az üveget is. Nagyon jó. Igen. Ügyes vagy, itt dolgozol egész nyáron? Hát nem egész nyáron, csak... Szia, Borbás Marci. Palka Árné. Ernő? Igen. Megnézhetjük a mézeket? Persze. Gyere, mutasd meg, milyen mézeid van. Mire rakják a méheket? Honnan, miről hordják a mézet? A mána virágról leginkább. Ó, és az melyik? Ez az innencső. Ez. Ez a málna virág, igen, a havasi méz. Igen, igen, a sötétebb. Aha, és érdekes, mert ugye innen ez is havasi, igen, de ez vegyes virág. Igen, már vegyes, igen. Azt a mindenit. Igen, akkor... Tehát ebben mindenféle virág van. Uh-huh. És melyik a finomabb? Hát azt inkább maguk döntsék. De neked melyik? Nekem mind a kettő ízlik. És leginkább sok mézet tesztek? Az új hegyen hát meg lehet kóstolni. Ja, hogy van ilyen kóstoló. Hoppá! Itt sok volt. Van kis kanál is amúgy, azt is. Uh-huh. Ez a málna virág méz. Igen, volt. Igen. Na, az egy kis kanála? Itt van. Igen. Csak... És akkor én is a vegyeset is megkóstolom. Köszönöm. Sokan járnak ide a Likaskő miatt? Hát igen, sokan megnézik, igen. Köszönjük szépen, menjünk akkor a Likaskőhöz, jó? Köszönjük. Mi is köszönjük, viszontlátásra. Szia, szia, viszlát. Hát is itt vagyunk a székely Stonehenge legismertebb eleménél. Megalitikus kőoltár együttes legismertebb tagja, a Likaskő, amit Likaskő. A tündérek kövének is neveznek. És a legnagyobb nevezetessége ennek a kőnek ez a lik. Itt van ez a lik, ez az emberiség történetének a legrégebbi csillagászati távcsöve. Ide, ha beletetszik nézni most. Jövök. Igen. Jövök. Igen, ide, ha belenéz, tetszik látni az eget, meg egy erdősarok látszik. Igen. Na, ha éjjel visszajönnénk ide, a lyuk közepén a sarcsillagot látnánk, a Polariszt, és a sarcsillag körülötti csillagképeket, Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia, tehát tulajdonképpen az égi órát. Ez hihetetlen. Hogyha a tátos idejött éjszaka, egyszer délfelé fordult, és megnézte az égi egyenlítőnek a csillagképeit. Ja, és milyen szép tájat nézett. Igen, egy gyönyörű. Tehát innen látszik az égi egyenlítő csillagképei, és utána visszafordult, és megnézte, hogy az égi óra milyen állásban van.
megmondta, melyik hónap, melyik nap, és hogy hány óra van. Olyan csillagászati ismeretekkel rendelkeztek ezek a táltosok, hogy a mai csillagászoknak a tudását megközelítik helyen. Egyszerű gyakorlati oka volt ezeknek. Igen, tehát nagyon az pontos. Az életüket szabályozta. Igen. Igen. Egyébként a mai világ csak butít bennünket. Mi is ugye, én is GPS-tel jövök, úgyhogy elszégyellem magam, amikor egy ilyet látok. Megint gazdagabbak lettünk. De tudja mit? Menjünk gyalog, jó? Jó, jó egészséget! Köszönöm! Isten áldja! Jó egészséget! Annyira jó látni, hogy még van ilyen jó kis kenyérdagasztó teknő. Ezt nem is rég csináltam. Látom, hogy új. Még háromszúvú dagasztó. Itt a faluban faragja egy öreg bácsi, Gyergyóból hoztuk a faanyagot, ott van az apatársunk, ő szerelte, hogy tudjunk újat, már a régi már elég gyarlós, gondoltam, hogy nehogy megikadjon, aztán... Mert már annyira elkopott? Igen. Hát akkor sokat dagaszt. Sokat dagasztottam. Hogyha meg megikadjon. Na, ez ugye ez a kovász elkészült az éjjel. Igen. És a liszt mellé van készítve. Igen. És reggelre, mire így összeesik, addigra jó a kovász. Igen, igen. Jó, és akkor? Hozzáteszem a sót, meleg vízzel. Meleg vízhez. Annyi kanál sót teszek, ahány kenyér. Aha. Késüljön. Az egy, kettő, három. És a só honnan való? A só Parajdról. Hat. Hányat sütünk? Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. Tíz kenyeret sütünk? Igen. Az szép. Hát akkor ez két kilós kenyerek? Igen. Hát akkor ez itt mennyi? Majdnem 20 kiló? Liszt, hát nincsen. Na, mert a víz még ugye hozzájön, igen. Tehát akkor olyan 17-15 kiló. És még a krumpli. Krumplis kenyér? Persze. De jó, pityókás kenyér, úgy mondja, kenyér. Hogy szokták. Persze, jó pityóka, ha frissen ma az idén is. A kovászhoz szabad melegen vizet tenni, már forróbbat, már hideg, de a lisztet már csak langyos vízzel lehet. Aha, hogy ne, hogy megfőjön benne, igen, nem szabad leforrázni. Meg kell főzni, átnyomni a krumplit. Krumplit, igen. Hozzárakni a kovászt. A kicsi élesztővel, és úgy liszttel együtt összedolgozzuk a krumplit. A valójában az is szeretem, hogy este megcsináljam, hogy az árjadése a krumplinak beinduljon. Legyen. Igen. És mindig ilyen sokat süt? Igen. Vagy, igen. Vagy ez csak neked öt gyerek? Hát igen, a családnak szétoztunk, persze, nem is tudok már kicsit. Nem is éri meg, hogy kevésébé hevíteni a kemencét. Az nem segítség, hogyha én is csinálom, ugye? Csak hátráltatom. Igen. Nem férek ha hozzá. Azt szoktuk mondani a gyermeküknek, mikor álltak láb alatt, hogy ha segíteni akarsz, meg kérlek szépen menjen. Így hátrébb állok akkor. Kérném szépen azt a vizet. Igen. Mennyit? Mind. Mindet? Ide? Igen. Hát ez gyönyörű. Így, muszáj megpróbálnom, akármennyire is útba vagyok. Hát én megengedem. Próbálj. Egyik oldala. Lakodalmasáznál is mindig úgy tagadtuk. Így meg kell tekerni? Miért kell, jó. Na, mi történik? Most. Simuljunk. Mit csinálunk? Jó, vegyél. Ezt a de nehéz. Ugye leszakad a karom. De nem fog.
Nem fog. Szép dolog ez. Nem is tudják, hogy fiatalok miből maradnak ki. Úgy, aj, de szép. De szép. Jó lesz ez így. Mennyi idő alatt kell meg? Ha kell egy jó fél óra. Fél óra. Na, addig megmosuk a kezünket. Jó forró. Ki kell seperni még? Ezt vizázz meg. Ki kell seperni még? Ez mi kukorica? Ez kukorica csúhé. Csúhé. Vizes kukorica csúhé. Csúhéval seperjük. És hogy hívják ezt a szerszámot? Ez penető. Na azért. Tudtam, hogy van egy neve, de nem emlékszem. Penető. Amivel a szenát húzzuk, az a vonó. Vonó és a penető. Penető. A vizes kukorica csúhé. Igen. Ó, oh, de szép! Jézus, jó Isten, most segíts meg! Ezt kell mondani? Így szoktam mondani. Kisültek a kenyerek. Hopp. Na, ki lesz az, aki? Én verek, én verem. Ez a két parc. Én pedig hozom. Na, hozzad. De hogy fogjam meg? Ha? Ezt már lány egy kicsit. Hogy? Hogy? Így. Úgy. Aha. No, szép. Hát a kapusta leválás, ne? Igen. Ne, úgy, de szép lesz. No, hol lett szép? Ugye, hogy az a szép? Mostanában nem csináltam, de lehet, ha vissza fog jönni, csak nem volt az idén kapusta. Milyen jó, hogy jöttem, ugye? Bizony. Eszünkbe jut, hogy... Hogy is, hogy is szoktuk? Annyira szép az alja. Ez egy élmény. Olyan, mint egy gyerekszületés, nem? Biztos. Erdei szeder? Igen. Gyönyörű. Igen, így meg nagyot nőtt. Lemeózom. Igen. Gyönyörű rézüst. Közben hozom a kavarót, hogy nehogy... Mióta főztök így lekvárokat eladásra? Hát eladásra most már negyedik éve. Régen is főztünk így saját használatra. Hát igen. Ez a kavaró most nézem. Igen. Hát ez milyen jó kis célszerszám. Ez is nagyon régi. Nagyon az Isten egy idős. Nagyon jól néz ki, és milyen praktikus, hogy nem kell a tűz fölé állni. Igen. Mégis is igen meleg van. Így lehetne sokszor hosszabb a nyele. És ez normális, hogy egy-egy szeder az szinte zöld még? Igen. Abban vannak benne azok a savak, amik össze tartják a lekvárt. De érdekes. Hogyha túl érett a gyümölcs, akkor az nem lesz jó lekvár belőle. És akkor így nem kell bele mondjuk citromsavat rakni. Ezt szoktunk azért az is hogyha kell. Lássuk, hogy nem elég kemény a lekvár, akkor teszünk citrom. Én a citromlevit szeretem beletenni. Citromleve, az az igazi. Az az igazi, és akkor az úgy összekapja, és akkor jó kemény lesz a igen. lekvár tőle. És hova adjátok el a lekvárokat? Hát van ez az átalvető. Hát ez olyan szép történet, ezt a férjet találta ki, nem? Igen, igen. Minden ilyen kis kézművest összeszedett egy csoportba? Igen, leginkább akik ilyen élelmiszerekkel uh-huh. foglalkoznak, hogy lekvár, sojtok, teák. És akkor azon keresztül, interneten keresztül lehet rendelni. Amúgy pedig járunk piacokra, igen. Na jól, hát akkor ez följön egy órát. Igen. Ennek most az a dolga. És a kavarónak a kavargatás. Ez nagyon jó. Nem, ez közben lehet bármi mást a másik kezembe csinálni. Mindjárt ütös kalácsot sütni. Sütünk egy ütös kalácsot, jó? Jó. Malomfalvi kürtős kalácsot. Malomfalvi kürtős kalács.
itt van a tészta. Igen. Ez kalács tészta? Igen, kürtős kalács tészta, kimondottan. Az miből áll a kürtős kalács tészta? Liszt, cukor, élesztő, tejpor, víz, vanília cukrot is szoktunk rakni bele. Kimondottan tejpor kell, vagy tej is jó? Hát az engedély az úgy van kiállítva, hogy tojás meg tejet nem szabott. Ah, ez az EU, mi? Igen. Pedig mennyivel jobb lenne tojással és tejjel? Nem amikor itthon a családnak csinálunk, akkor szoktunk. De tulajdonképpen akkor ez egy kelt kalács tészta. Igen, igen. Ugyanaz a kalács tészta, amit a többi kalácsnak is használunk. Igen. És az a jó tulajdonsága, hogy mínusz 20 fokba is meg kell. Igen? Igen. De jó, na, akkor olajozzam? Igen, megkérlek szépen, jó. Hogy a fákot akkor olajozz meg. És akkor majd odaadom a kalácsot is. Jó. És azt is te fogod olajozni, meg cukrozni. Azt a milyen gyorsan rátekerted, lemaradtam róla. Na, lassan majd a csináltam majd most. Most lassan csináltad, Réka, de igen. Jó, és szerencse. Tessék. Jó, és akkor megmutatom, hogy. Így mindenhol legyen olajos, mert hanem a cukor nem ragad rá, igen. És azon a helyen elég a kalács. Aha, és a cukor védi meg a kalácsot? Igen. Karamellizálódik a cukor szén fölött, és akkor megsül a kalács szépen alatta. Nagyon jó. És hogyha nekünk nincs ilyen szerkezetünk, ez mi? Lehet kézzel is forgatni. Uh-huh. Na de hogyha én otthon szeretnék, azt hogy oldjam meg? Az igaz, hogy boros üveggel is meg lehet csinálni? Ezt a verziót még nem hallottam, nem, de lehet kapni ilyen sütőfát. Ilyen sütőfákat lehet kapni Erdélyben. Igen. Igen. Tessék. Most muszáj néznem, hogy egyet én is meg tudjak jó, majd. Jó, azt még nem kérem. Ja. Csak elsietem. Hogyha fölcsavortam. Igen. Ez kimondottan női munka, mert látom, édesapád azért ott dolgozik. Igen, mindenkinek megvan. Csak nézem. A férjed csak néz. Minden rendben van. Igen, nagy szervező vagy, ne? Most én tekerek, Réka. Jó. Jó. Átadom neked. Te hogy fogadták az itteni termelők, hogy te szeretnél egy ilyen általvető piacot kérlek. Csinálni? Hát ez magától jött végül is, mert elindítottuk egy képzést, egy ilyen termékfeldolgozói képzést, és akkor ott a képzés ideje alatt fogalmazódott meg a termelők részéről, hogy ha már vannak termékek, akkor az valahogy jó lenne értékesíteni is. Uh-huh. És akkor így találtuk ki ezt a rendszert. Egyedül csináltam. Hát én nem is hiszem, hogy te még nem próbálkoztál ilyen kürtős kalacs. Soha életértemben. Ott azért a boros üvegre átekertétek. Látod? De nem, egyébként tényleg. Te otthon felkészültél erre az utazásra. Hú, nagyon szép, amit te csináltál. Tiédből is olyan szép nagyon megkelt. Nem baj, hogy szép, csak olyan jó. Nem szép, jó, ne kell lenni jónak, de azért ez a kürtös kalácsnál fontos, hogy szép is legyen. Igen. Hát ez nem főtt meg ez a lekvár, amíg ezt elkészítettük, mert ez olyan gyorsan készül. Mondtam én, hogy gyorsak leszünk. Az micsoda? Ez a szalaggyümölcs. És ebbe fogjuk a kürtős kalácsot beleforgatni, és akkor lesz a szalaggyümölcsös kürtős kalács. Még sose. Ez az én találmányom. Ja? Na, tessék! Lehet itt még ma is újítani. Nézzünk valami egészen különleges dolgot az étlapot. Végignéztem, és az egyiket kiválasztottam, úgyhogy ez a túrófánk. Igen. Azt tanítsd meg nekem, légy szíves, jó? Románul mondják, hogy papanás. Papanás? Igen. Ez egy román eredetű. Igen, úgy vették át a székelyek, és teszünk hozzá 25 deka lisztet. Igen. 25 deka a tehéntúró, ugyanannyi tehéntúrót, amennyi lisztet, szintmorzsoljuk. Három tojást. Egész tojást? Nem, sárgáját csak. Három tojás sárgája. Ugyanúgy keveredik itt a különböző nemzeteknek a konyhája Erdélyben, mint ahogy a Bácskában. Minden nemzet konyhájából a legjobb dolgokat ötvözi magába. És teszünk hozzá két kanál tejfölet.
két evőkanál tejfölött kell. Két evőkanál, akkor négy kis kanál. Igen. Egyelőre majd összegyúrjuk. Egy kis kanál szobakot ne kérlek, légy szíves. Ott van a kanál. Kis kanállal? Igen. Szódabikarbóna. Igen. Jó. Igen. Egy kis kanál szódabikarbóna. Jó, ennyi. És ezt összegyúrjuk. És milyen keményre kell gyúrni? Hát a jó, nem kell kemény legyen, hogy jó gyúrható legyen. Két evőkanál porcukor. És milyen meleg olajban sütjük? Hát ne legyen túl hevítve, mert ha nagyon meg van hevítve, akkor elég. A közepe nem sül meg. Uh-huh. Tehát közepesen. Közepesen legyen. Még tegyek? Nem, az úgy elég lesz. Jó. Most már a tisztánk is összeállott. És a közepet is kivágjuk. Aj, de gusztá! Még édes tejföl nélkül csak így is nagyon finom. És olyan bánya van, ahol van boros pince a bányában. Ez mikor nyílt? Mikor nyitottátok meg ezt a boros pincét? 2008. júliusában nyitottuk meg, és hát már akkor is végeztünk egy ilyen kutató munkát, de hát mi nem találtunk sehol sem, főleg olyan, hogy működő bányában legyen. Borpincát, ilyenről nem tudunk sehol a világon. Hát működő sóbányában meg biztos, hogy nincs. Egyedülállóak vagytok a világon. Mi is így tudjuk, igen. És az egész mai Románia területéről összegyűjtöttétek a borokat? Igen, ez úgy volt az eredeti elképzelésben, hogy mi azt mondtuk, hogy az európai ugye, borok pincéje, és akkor egyik részét, ezt a tőlünk jobbra lévő részt, ezt Románia minden borvidékének a jelentős fajtáival töltöttük fel, míg a baloldali részen meg a fontosabb európai bortermelő országok boraival, többek között Magyarország. És akkor hányféle borotok van? Hát akkor, amikor megnyitottuk, akkor 350 féle volt, de közben idővel feltornáztuk magunkat, hogy most 550 féle van. Hát gratulálok. Menjünk azért végig a legjelentősebb borvidékeken, jó? Kezdjük azzal, ahol vagyunk. Most ugye, ahol vagyunk, ez a Kisküküllő folyása mentén vagyunk, és ugye a Küküllő mente, hát az egy híres, valójában történelmi magyar borvidék. És milyen fajtákat termeltek és termelnek most itt a Küküllő mentén? Hát valójában itt mi azt mondjuk, hogy főleg a Küküllő mentén a zászlósbor azért az a királyleánka. Van-e itt ezek között, amiket kikészítettél Igen, van egy küküllőmenti, ez amire éppen beszéltem. Ezt most az utóbbi időben házasítják, most Otonel muskotájjal. A királyleánkát? A királyleánkát, ilyen 15-20%-ban. Tehát van egy kis muskotájos. És akkor van egy kis muskotájos illata, íze, és hát ettől egyértelmű, hogy az a királyleánka még királyibb lesz. Sajnáltad tőlem. Nem, nem. Maga stílusa is más, mint ugye a magyarországi boroknak. Teljesen. De ettől függetlenül ezt azért úgy azt mondjuk, hogy az ide látogató vendégünknek is, vendégeinek is azért szépen. Kimondottan szép bor, egy szép száraz bor. És akkor itt közel hozzám van az én kedvencem. A történetében a kedvencem. Igen. Ez pedig ugye a Kotnári, azt azért tudni kell, hogy az aszú borok, a botritiszes borok világát, ugye a Sauternes, a francia borvidék nevével fémjelzik, és ezért Sauternes típusú boroknak is nevezik őket. Ezek közül ugye a legkiválóbb az a tokai. Nos, ez is egy ilyen botritiszes, tokai típusú.
bor. Ugye néhány száz évvel ezelőtt egy István Vajda volt Moldvának a feje, és nagyon sokszor megvédte ilyen keleti veszedelmektől, betörésektől Erdélyt, és hát akkor egy ilyen találkozás alkalmával Mátyás király azt kérdezte tőle, hogy kedves barátom, mivel lehetek a segítségével, hogy hálálhatnám meg azt, hogy mégis azért gyakorlatilag a mi földünket megóvtad annyiszor ezektől a veszélyektől. És ugye akkor tényleg reneszánszát élte a bor Magyarországon Mátyás idejében, és tényleg messze földön híres volt minden Mátyásféle bor, és hát ez is fogott, ez a Vajda is fogott az alkalmon, és azt mondta, hogy semmi más nem kérek, add nekem a borászodat. Kotnári Mihály nevezetű személy volt ez a borász, összecsomagolt, fogta mindenét, és hát elvitt ugye ebből a kövér szöllőből, ami ugye most Tokajhegy alján is ugye van belőle bőven, megalapította azt a borászatot, ami most ennyi, akárhány száz éven keresztül most is gyakorlatilag annak a vidéknek a legjelentősebb borát tudja termelni nagy mennyiségben, igen. Azt a vöröset is azért ellenőrizzük le meg, egy gyönyörű fehér után. Ugye itt valójában ez a bánsági részen terem, ez a kadarka. Amikor a délszlávok északra vándoroltak, akkor felejtették itt a Kárpát-medencébe ezt a fajtát, hát nagyon jól tették, hogy itt felejtették, de itt olyan jó, úgymond hazára talált, hogy hihetetlenül jó minőségű bor is készül belőle. Hát a legjelentősebb vörösboros vidékünk a Nagy Magyarország idejében, ugye ez a Ménesi volt. Az a Ménesi volt, bizony. Így van. Hát még sehol nem volt Tokaj, hogyha most akkor ezt így beszélünk, és már Méneshegy alja már virágzott. Igen. Na most ez egy teljesen más típusú amúgy kadarka is, mint mondjuk a mai szekszárdi kadarka típusok, más klón is. És lényegesebben úgymond mélyebb vörös. Igen, több a festőanyag benne, apróbbak is benne, így van. A tinta. Tinta. Illata. Nem tévedt a Balla Géza most sem? Ez az ember már nem téved. Ez már túl van azon, hogy tévedjen. Jó, annyira ne szeress, mint az előtt. Köszönöm szépen. Na, hát kóstoljunk ebbe is bele. Én is azt mondom, hogy jól meg lehet forgatni. És egy finom, egy 2008-as viszonylag magas alkoholtartalommal. Óvatosan bizony. De egészségünkre. Hát várjuk. Egészségükre. Egészségedre. Nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. Köszönöm szépen ezt a kis útmutatást. És hát nagyon azt kívánom, szívesen, hogy ilyen sok kis kézművessel folytatódjon itt majd hát a sor. Isten. Sziasztok! Sziasztok! Merre mentek? Madarasi Hargita. Föl a csúcsra? Igen, a csúcsra. Fölférhetnék? Föl. Simán. Föl, és mit persze csináltok föl? Buli lesz? Kimegyünk a Petővillához, onnan meg ki lehet majd menni a csúcsra, egy szép kilátás. Naplementét néztek? Azt is például. Jöhetek akkor? Fiúk, jöhet? Jöhetek? Simán. Na, köszönöm! Ó! Köszi! Azon kapom magam, hogy feljöttem stoppal, és már megint egy konyhában vagyok indikó. De hát az a helyzet, hogy a rázós út, meg a sok élmény az az ember téhessé teszi. Mi az, amit főzöl? Hát egy pacarleves. A kedvencem. És másodiknak fételnek egy töltelékes káposzta csülökkel, füstölt csülökkel. Jó, aztán most lesz egy energia utánpótlás. Erdélyben nem fogyókúrázunk, ez egy aranyszabály, mert hogy itt minden hízlal. Mióta főzöd a pacarleves? 3 órája kávé.
És akkor ez olyan szép tiszta pacalból indult igen, már igen. Három órával ezelőtt. Nem, előkészítettük, megvágtuk, egyszer megpucoltuk, megvágtuk, és majd akkor... Három órát főzted. Megnézhetem ezt? Persze, persze. Aha, tehát ekkora darabokra fölvágod a szép tiszta pacalt, és fölteszed sóval, borssal? A borsot nem tettünk bele, nem. Sós vízbe. Igen, igen. Mikor kettőt lobban, akkor levevődik, újra tiszta. Sós víz, igen. Tiszta sós víz, igen. És ez de nem háromszor. Nagyon sós. Igen. Amíg meg nem fő. Tehát addig, míg annyira úgy megváltozik, a szép fehér lesz. Mennyi fokhagyma van benne? Jó sok. Mennyi? 3-4 fej? Több, akár 6. 6 fej. Azt a mindenit. Na jó, hát akkor fejezzük be. Jó. Jó? Ennek alá kell gyújtani? Vagy megy? Már van. Jó. Jó. Fogunk egy eresztéket belerakni. Az nálunk habarás, Magyarországon habarás. Az az ereszték, igen. Ami 20 tojásból készül, ennek 20. Az adagnak. Igen, mert attól fog besűrűsödni. Egy nagyon-nagyon pici lisztet is fogunk hozzátenni, és sok tejfölet le. Jó, és ezt a sárgarépát, vagy hogy ti mondjátok, igen, a murok? Igen, azt megdíszteljük, hogy szép színe legyen, ne legyen fehér. Aha, tehát azt sárgítja igen, be. Igen, nagyon igen. Jó, természetes színezék. Mondd, amit mondd, ezt segítek. Jó, oda tesszük a serpenyőt. Igen. Egy pici olaj. Igen, jó pici. Majd szóljál. Jó, még mehet. Igen. Mehet bele a murok. Murok bele. Nagyon jó, finom reszelővel van lereszelve. És akkor majd... De jó kéznél van, nagyon jó konyhátok van itt fönn. És először igen. Ezt rakjuk a levesbe? Nem. Addig ezt belerakjuk a habarcsot. Ebbe tesszük bele? Nem, majd direkt a levesbe belerakjuk. Tehát ilyen sűrűségűnek kell lenni az igen, ereztéknek. Igen. A tejfő sűrítette be. Igen. Akkor tegyük bele. Jó. Keverjen neked? Egy picit veszek belőle. Kiegyenlíted? Igen. Tehát a meleggel egy kicsit összekevered, hogy ne érje akkor a sok, ne rántsa össze. Igen. És nem lesz akkor annyira... Csomós. Nem csomósodik. Töltheted? Töltheted, kamarom. Úristen, ezt hány emberrel lett készítve? 15. Hát ez sok 15 embernek, nem? Rengeteg. Nem olyan nagy csak. Hányra szereted akkor? Nem van 6 emberre főztél? Egyre. Rád. Úgy láttam, jó itt vagy. Ezt adok neked is? Lemelózzam. És egy pici ecetet is teszünk bele. Igen? Igen. Tárkony ecet ez? Nem. Nem, sima ecet? Sima ecet. Ezt összekavarjuk. Na hát ez az. Világá kell kürtölni, hogy itt kell készíteni a jó pacalt. Jó lett? Az nem kifejezés. Jó, finom. És ebben akkor, ebben van ez a csülkös cikakáposzta? Ez hogy töltelékes. Készült? Töltelékes. Töltelékes káposzta, igen. És akkor ez mivel van fűszerezve? Hát... Rombollal? Nem. Elgyengültem. Kapor van benne. Nagyon pici csombor, de kapor a... Nagyon-nagyon finom. És mi van a töltelékben? Sertésztomb le van darálva. Igen. Be van fűszerezve, sóbors. Vöröshagyma? Egy pici van benne, uh-huh. És bele van a savanyú káposztába. És rizs nincs benne? Nagyon kevés, persze rizs. És be van. Tehát csavarod. Akkor ez a ti töltött káposztátok. Igen. Tálalhat. Köszönöm.
jusson. Nagyon nagy szakadék van mögöttünk. Ne mozdulj! Most nem kéne kisétálni a pocsok mellé, hallod? Az anya is a pocsok közé kerül, az a legveszélyesebb. Ki sem merek szállni. Nem tudom, hány embere vett már medve pörköltet. Azt a mindenit! Egyébként... Ez a medvezsír? Tehát ezt bakancsot szoktak vele kenni, de igen, akarod megkóstolni. Tényleg nagyobb. Ez nagyon nagy! Hát vannak még nagyobbak is. Ennél de... nagyobbak igen, is. Igen, igen. Most szlalomozunk a tehenek között egyet, azt az anyját, úgy. Amit most készítünk, az egy eresztett puliszka lesz. A botot a bejáratba rakom, figyelj. Igen, nehogy bemenjen a medve. Műsorunkat támogatta a Tatum, a Seyfert Hotel, a Pető Panzió és a Malomfogadó.